A sejemgombolyítás lényege, hogy a bebábozódott sejemhernyó burkát először beáztatják, aztán letekerik, azaz lemotollálják, és ebből akár egy több száz méteres szál, nyersejem szál is létrejöhet. Óbudán vagyunk, a Miklós téren, és ezt a furcsa ovális épületet fogjuk megmutatni, amit az óbudaiak régen még rondellának is hívtak, pedig semmi köze nem volt rondellákhoz és bástyákhoz, ugyanis ez a sejemgombolyító. Már a rómaiak is, pontosabban Óbudán már a rómaiak idején is működtek posztókészítők. Jóval később aztán az Icsi család szerepét érdemes kiemelni, akik 1659-ben kapták meg Óbudát birtokadományként. Később Mária Terézia uralkodása idején indult be jobban Magyarországon a textilipar, többek között a sejemfeldolgozás. Is. A sejemgombolyítás viszont különleges formájú és méretű üzemépületet igényelt. Később a cérnázóban ezekből a finom szálakból fonták a sejemcérnát. Emiatt több olasz család költözött ide. II. József uralkodásának első évében 1780-ban állítólag egy sejemcérnázó üzem valamivel arrébb a Rádl árok vizének meghajtó erejére építette ide a filatóriumát. Az ötemeletes épület az akkori Pest-Buda-Óbuda legmagasabb épületének számított, és ugyan néhány év múlva tönkre ment, de a filatórium neve az átöröklődött, mert ugyebár filatórium, filatore olaszul, ami fonót jelent, és ugyebár miből lett a filatórium, pontosan mi lett a filatóriumból, a filatori gát, ugyanis később ide, erre a helyre a patakok visszaduzzasztása miatt egy gát épült, a filatori gát. Ugyanaz akkor mezőváros Óbudán a sejemhernyó tenyésztése nem sikerült, de II. József 1780 körül egy újabb olasz sejemkészítőt bízott meg azzal, hogy itt sejemgombolyító üzemet létesítsen. Az olasz Agostino, magyarosítva Ágoston Mazzucato tervei alapján, aztán a magyar, vagy talán német Thalher József építette fel a manufaktúrát 1784 és 86 között. 1786-ban már termelt, és az újonnan alapított sejemgombolyítót rögtön meglátogatta József király is, és az itt dolgozó árvákat is megjutalmazta. A különleges alakú épület alaprajza olyan, mint egy velodrom, azaz kerékpárversenypálya, vagy egy régi típusú stadion a futókörökkel, azaz a középső négyszöget a két végénél félkörívekkel kerekítették le. A homlokzat copf stílusú, de díszítések nélküli, mivel egy ipari épületről van szó. A sejemgombolyító egyterét és különös alakját munkaszervezési okok indokolták, ugyanis egy munkafelügyelő folyamatosan körbe tudott járni a 44 munkaállás körül. Egyébként régen az épület kívül is, meg belül is körbejárható volt, de az emelet, hiszen ez egy egyemeletes épület, az emelet és a földszint között nem volt átjárás, ez csak később épült meg. Különösen jó helyszínt találtunk, a budai sejemgombolyítót. Azt az ovális épületet Óbudán, amelyet a 18. században valóban sejemfonónak építettek, hogy a sejmet zárt helyen körbe tekerve lassan lehessen szárítani. Szereposztás, a mutter szerepe Irén, Sota Irén után kiabál. Van kedve? Van. Az idézet Makkáro életrajzi könyvéből származik, és 1977-ben járunk. Ekkor kezdték forgatni ugyanis Hunyadi Sándor novellájából az Egy erkölcsös éjszaka című filmet itt a sejemgombolyítóban, méghozzá Parádé szereposztással, Sota Irén mellett Cserhalmi György, az idős Makai Margit, Tarján Györgyi, Szirtes Ági és még sokan mások. A gyár 1830-ig működött. Az 1838-as nagy árvíz után a Duna gőzhajózási társasághoz került, később lakóházzá alakították át. Ekkor készülhetett a belső udvaron körbefutó függő folyosó is. Egészen az 1970-es évek elejéig lakóház maradt, aztán amikor lassan lakótelepi házak nőttek köré, a lakókat kiköltöztették. A felújítás 1985-ben fejeződött be, és lehetett volna könyvtár, szabadidőközpont, színháztörténeti múzeum, de nem az lett,
hanem közművelődési információs központ, és az épület másik bérlője az akkori nagyon híres animációs filmes Varga Csaba és a stúdiója volt, de egyébként ez a hely számított akkoriban, kb. 80-as években járunk, a magyar táncház mozgalom egyik fellegvárának is. Óbuda későbbi jelentős textiles iparát valószínűleg a selyem feldolgozás alapozta meg. 250 éve Óbudán működött többek között lentakács, harisnyakötő, posztós, zsinór és kötélverő, textilfestő, de kalaposzabó és nadrágszabó is. Aztán később a rendszerváltásig itt telepedett meg a híres Goldberger gyár, a selyem készítő, Csillaghegyen a Lenáru gyár, Budakalászon a Lenfono, illetve az óbudai, majd budapesti harisnyagyár. És 2021 óta egy újabb történet, az épületben ugyan irodákat lehet bérelni, és még vannak is bérelhető helyek, de a kertbe a vendéglátás költözött be, méghozzá a Med Garden Buda. A hely a kézműves söreit Kőbányán, a Globus konzervgyárban készítő kézműves cég, a Med Scientist és az óbudai hangulat szerelem gyereke.